Már a teljesen felújított aszfalton haladhatnak az autók a Bonyhádot Tevelel és Murgával összekötő úton. A közút munkatársai összesen 7 kilométernyi szakaszt állítottak helyre. A meglévő burkolat több rétegben le lett aszfaltozva, a burkolathibák ki lettek javítva, a sérült részek helyre lettek állítva, a szabványos oldalesésű burkolat lett kialakítva, a korábbi füvesített patkák helyett kőből készült nemes patkák készültek. Ezek mellett beton vízelvezető árkokat alakítottak ki az út mellett, és időtálló jelzések kerültek az aszfaltra. A fejlesztések mintegy 880 millió forintba kerültek. A mostani beruházás mellett Tolna megye 2-es számú választókerületében 7 milliárd forint értékben fejeződtek be, vagy fognak hamarosan véget érni hasonló beruházások 37 kilométernyi szakaszt érintve. Ilyen a Bátaszék-Bonyhád összekötő út, aztán a Szálka-Műcsény. Most átadtuk a Bonyhád-Varast-Tevel utat. Elkészült már a Hőgyész-Dombóvár összekötő út, illetve a Majos-Lengyel-Kurd útvonal is. Annak a műszaki átadása még nem történt meg, de gyakorlatilag már az is készen van. Nem csak Bonyhád és Dombóvár térségében újultak meg az utak az elmúlt időszakban. Az atomerőmű építés miatt kiemelt fejlesztési terület lett Tolna megye 3-as számú választókerülete is. Így Paks és Tamási környékén mintegy 22 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési program zajlik. Megvalósult tulajdonképpen Paksról az összes kiinduló út, ami nem biztos, hogy teljesen Pakshoz rendelhető, Kömlőttől ugye akkor Madocsa, Bölcske, egész Dunaföldvárig, ugyanúgy Dunaszentgyörgy, Fad, Tolna, Szekszárd, akkor Paks, Németkér, Cece, tehát ezek ugye a legfontosabb. Az útfelújítások a tervek szerint 2022-ben is folytatódnak Tolna megyében.